Sziasztok! Itt vagyunk egy Hip Hop Fesztivál sajtótájékoztatóján, és itt van mellettem Gangsta, Döglét, Zoli! Szabadság! Zoli, hogy készüljenek a rajongóid erre a fesztiválra? Mit fogsz nekik mutatni? Mindent árulj el! A szokásos fogjuk hozni, természetesen olyan dolgokkal is próbálunk azért készülni, ami meglepő lehet, de tehát a szokásos, elkezdtük a gangster rappet, a hardcore-t csinálni 95-ben, és azóta ezt zúzzuk. Telepi gyerekek? A telepi gyerekek, az szerintem az lesz, de lehet, hogy nem az lesz az új. Egyik haverommal himnuszunk. Tényleg? Komolyan. Királyok vagytok. Köszönjük szépen, de az új lemezről lehet, hogy nincs. Üdvözöllek, Jocsi! Még egyszer elveszed a mikrofont, akkor így rádverek egy jobb horgot, vagy egy bal csapottat. Figyelj csak, de nem csak ezt az egy, nem ezt a dalt fogjuk biztosan játszani az új lemezről, mert hogy most van egy új műsorunk, ami egy teljesen régi kezdés, van ilyen ősblokkal kezdünk, egyenesen a gettóból, az nyitónóta, és utána meg jön a Figyeld magad, meg a Szület egy gyilkos, és szerintem a Sziszkával és a Fantasztikus, a kiegészülvel el fogjuk nyomni a Nincs Poszt az új lemezről, de azért az nem egy puha előadás. Tehát ezzel fogunk készülni így szerintem, így záróblokként. És ami érdekesség, hogy mindenki ugye DJ szette jön, mert az a hagyományos rap előadás, de nekünk van egy élő zenekarunk, akivel mindig föl szoktunk lépni, és akikkel kizárólag csináljuk a koncerteket. Ugye mi leszünk az egyetlen banda, akik úgy játszanak, hogy élő hangszerekre megy a rap majd. Milyen hangszerből áll ez az élő banda, amit említettél? Kérlek szépen, maga a kártel ez, mert most ugye volt egy ideig a Fényes Ösvény Orchestra, akik kísértek minket, amikor kártel buli volt, és akkor volt négy főhős elől, akik hát négy rappert nem mondok, mert nem sokat szólaltak meg, de a Big Daddy-vel ketten vittük a rapnek a nagy részét, ez most is így van, két MC van a bandában, van egy gitáros srác, a Gajdacsi Gabi, egy basszusgitáros, a Kiszi Miki, és aki dobol, az a Markó Ádám. Úgyhogy így állunk föl egy abszolút ilyen hardcore felállásba, teljes mértékben, és le is zúzzuk mindenkinek a fejét, úgy gondolom. Akkor december 6-án majd készültek erre a nagy koncertre. És ha már jön a tél, úgy tudom, ebben van egy kedvenc sportágor itt a jégkorong. Tudsz neki hódolni? Nagyon-nagyon várom már. Egyszer-kétszer már nem voltam edzésem, most a zenekar miatt nem nagyon volt idő, mert tényleg rengeteget dolgozunk. Csináltuk egy új klippet is, most nemrég forgattuk le, meg írjuk az új számokat gőzerővel, úgyhogy meg még mindig megy a elmúlt lemeznek a promóciója, ami tavaly decemberben jelent meg. Úgyhogy nyáron végig zúztuk a fesztiválokat, és most egy picit lanyulni, most már nem voltam egy-két edzésen, de most van a bunyó is, oda is lejárok, nagyon élvezem. Úgyhogy van sportolás, van, abszolút kell, mert amit hétvégén lerombolsz, ő kell építeni hétközben. Ennyi. És ha már ilyen jó hátterünk van, meg ez a hely is azért nem rossz, nem? Mit szólsz ezeket a lányok? Én nagyon szeretem, én itt voltam a megnyitón kanibálokkal együtt, és akkor itt volt velem a kislányom is, sőt, és azt rajzoltak neki, meg hajtogattak. Megvan még a póni. Megvan még a póni. Úgyhogy azt mondta a Zozika, hogy azok nagyon aranyos, vicces fiúk, és főleg az a vicces nevű, mondom, a kuka az. És ez a motivum meg fog látható lesz majd a színpadon is? Ezek a motivumok? Esetleg egy pár ilyen hölgyet fölhívni? Ezek nem a színpadon szoktak, ezek a backstage-be szoktak megjelenni, ezek a motivumok, ez ilyen óriás csöcsök. Backstage meghívott, meg kérek. Persze, mindenkinek osztunk. Na, aztán ti meg nézzétek akkor december 6-ig a koncertet. Hát azért, hogy kéne egy párat hozni. Akkor gyertek el majd a nagy koncertre december 6-án. Zolival innen a sajtótájékoztatón még kicsit nézzük. Óriás hardcore hip-hop. Ennyi. Sziasztok.